Köszöntöm nézőinket, Önök a Kaposmenti magazint látják. A társulás településeinek polgármesterei találkoztak Csikóstöttösön, a társulási ülésen a településvezetők megismerkedtek a Hagyományok Háza újonnan átadott épületével, és döntést hoztak a segítőkész szolgálat kérdésében. Pintér Szilárd elnök bejelentette, közel 10 millió forintot kapnak vissza a települések befizetés arányosan a szolgáltatónak befizetett összegből. A ház az azért maradt meg a jó állapotban, a sváb családnak volt 5 gyereke, utána mindig olyan ember lakott itt, aki vénlány volt, aglegény volt, legfeljebb egy idős házaspár, soha nem volt élet ebbe a házba. Ebbe egy, másfél ember egy soha nem lakott. Nyilván ez biztosított annak a lehetőségét, a nyilvánzárokat nem kellett kicserélni, a kilincseket nem kellett, minden eredeti, amit ott láttuk. Bár a hivatalos átadás megtörtént, a térség polgármesterei most találkoztak először a Hagyományok Házával. Pintér Szilárd elnök arról is szólt, az épület tavasztól őszig turisztikai elképzeléseik megvalósítását segíti. Ezelőtt két hete, amikor a helyiekkel közösen egy szombat délután felavattuk, amely több mint 100-al vettek részt, én azt gondoltam, hogy a következő társulási tanács ülést ideinvitálom polgármester kollégáimat, és egy rövid társulási ülést követően egy tárlatvezetést szeretnék nekik elkövetni, és nyugodt körülmények között minden szegletét megnézhetik ennek az épületnek. A társulás több napi rendi pontban tárgyalt a segítőkész társulási alapszolgáltató intézmény további működéséről. Pintér Szilárd bejelentette, közel 10 millió forintot kaphatnak vissza a települések a befizetett támogatásokból. Az elmúlt két évtizedben, mióta a polgármesterekben még nem történt, hogy novemberben felülvizsgáljuk egy intézmény költségvetését, és nem pótbefizetés kell eszközölnünk, hanem gyakorlatilag a teljes finanszírozás, amit a tagönkormányzatok 18-ban befizettek, december 15-ig van lehetőségünk visszafizetni, hiszen menet közben a segítőkész szociális alapszolgáltató intézményünknek a finanszírozása oly mértékben változott pozitívan, hogy a normatívából tudjuk gazdaságosan üzemeltetni ezt az intézményt. Ugyancsak az intézményt érintő döntés, hogy amennyiben lehetőség nyílik rá, jobb feladatelváltás érdekében februártól újabb létszámbővítés válik lehetővé. Felmerült annak a lehetőség, hogy 2019-ben a családsegítő szolgálatot egyfővel bővítjük. Nyilván ennek a szakmai indokait a társulási tanács elfogadta. Kértük az intézményvezető azt mondta, hogy január 15-ig 2019 évi normatívának ismeretében hozzunk ebből egy határozatot, és nyilván amennyiben ennek a finanszírozási lábát megoldottnak látjuk, február 1-ével nagyon örülnénk, hogyha a szakmai munkaszínvonalát egyfőbe tudnánk emelni. Hónapra intézményvezető asszonytól elkészítettem a beszámolóját, ezt megkapja minden tagunkormányzat. Azt gondolom, mi 30 napot nem várunk arra, hogyha bármelyik településen probléma van, hiszen azért van az intézményvezető, hogy a nap bármelyik szakába fel lehessen hívni, nem söprünk semmit a szőnyeg alá, és azt gondolom, hogy ez a konstruktív együttműködés vezetett oda, hogy elégedettek a tagok az intézmény működésével. A Mátyás király emlékév alkalmával nyílt kiállítás Dombóváron a Korvinák legszebb lapjaiból. A Magyarság Háza szervezésében 5 különféle kiállítás járja az országot és a világ magyar lakta területeit, népszerűsítve Mátyás szellemi örökségét. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkára megnyitón azt mondta, elsősorban a gyerekek érdeklődését kell fenntartani Mátyás iránt. A Mátyás emlékév esetében minden kiállításunk különlegességeket tartogat, mondta a szervező Magyarságháza igazgatója Csübik Krisztina. A Mátyás király emlékév esetében minden kiállításunk speciális, minden kiállításunk erre az alkalomra, erre az évre készül, csak úgy, mint a kiadványaink nagy része, illetve mindazok a projektek, amelyek például a Magyar Nemzeti Bank által kiadott emlékérem, vagy a Magyar Nemzeti Levéltárnak egy térképre helyezett oklevelek alapján bebizonyított újfajta eljárás, amivel valóságban nyomon követhetjük, hogy hol járt Mátyás király.
illetve van egy olyan nagyon közkedvelt, népszerű projektünk is, amely az Áruhás Mátyás címet viseli. Az eredeti Igazságos Mátyáshoz hasonlóan áruhát öltött egy kollégánk, aki az országot járja, iskolákat, kisiskolákat, óvodákat és kulturális intézményeket keres fel. Ő eljutott egészen Kanadába is, illetve a diaszpora magyar közösségeit és a Kárpát-medence magyar közösségeit, elsősorban határon túli területeket keres fel. Tehát azt hiszem, hogy minden speciális és minden különleges ebben az évben, és minden ugyanarra mutat, hogy egy olyan igazságos uralkodót tudunk felmutatni, egy olyan személyiséget, amely integrálja a magyarságot, akire egyaránt büszkék lehetünk, éljünk bárhol a világon. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának az idei a 3. emlékéve. Így módon rótták le tiszteletüket Mártonáron és Szent László emléke előtt is, és tették életük jelentős eseményeit közkincsé. Amikor egy-egy emlékévről határozunk, akkor mindig azt nézzük, hogy mennyire tudjuk megszólítani vele a világ magyarságát, a Kárpát-medence magyarságát, illetve nagyon fontos szempont az, hogy a gyerekeket és a fiatalokat is be tudjuk vonni az emlékév eseményeibe, mert hogyha politikáról és nemzetpolitikáról beszélünk, akkor a legfontosabb az, hogy a következő generációknak tudjunk valamit nyújtani. Az idén egyébként a Családok Éve program zajlik Magyarországon, illetve a külhonban is. Ennek a program sorozatnak, vagy program évnek az eseményei közé nagyon jól illeszkedik a Mátyás király emlékév is, mert nagyon sok gyermeket, fiatalt tudtunk a különböző vetélkedőkkel, mesemondó versenyekkel megszólítani. Hunyadi Mátyás nem csupán kiváló uralkodóként, hadvezérként és államférfiként emlegetjük, aki tisztában volt azzal, hogy a központosított hatalom, a jól felszerelt hadsereg és a közép-európai összefogás elengedhetetlen a stabilitáshoz, hanem a kultúra iránt érzékeny, a művészeteket értő, a művészeket pártoló, patronáló emberként is emlékezhetünk rá. Ez egy 2008-as kiállításnak a tovább gondolt változata. A Kolozsvári Amarilis Társasággal vettük fel a kapcsolatot. Ők voltak a kurátora, illetve Radu Lupescu és a Magyarországos Széchenyi Könyvtár kurátorai voltak azok, akik elképzelték ezt a kiállítást. Jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtárban fellelhető több mint 30 korvinából 16-ot mutat be ez a 24 tábla, hiszen azokat a díszes oldalakat, azokat a jelképes oldalakat mutatja, amely vagy a formájában, vagy a tartalmában a magyarságra utal. Ezeknek a korvináknak a keletkezés ideje 1450 és 1490 közé tehető. Legtöbbje Budán készült, de nagyon sok készült az egykori Itáliában, Rómában, Velencében és Firenzében. Mátyás nem csak a magyarság számára kiemelkedő uralkodó. Közép-európai léptéken is jelentős szerepe volt, megerősítette a térséget, és ennek köszönhetően feltartóztatta az oszmán-török birodalmat. Úgy gondolom, hogy az egyik kiemelkedő uralkodója volt Magyarországnak, és Magyarország történetének is kiemelkedő korszaka volt a 15. század második fele. Egyébként mindenkinek ajánlom Bámornak a Hunyadi regény folyamát, ami a Hunyadi családnak a történetével foglalkozik. Eddig 9 kötet jelent meg, de még Mátyásig nem ért el a történet, úgyhogy ezekből a regényekből is, meg egyáltalán történetkönyvekből, forrásokból is jól ismerhető az a kor. Úgy gondolom, hogy egy óriási visszalépés következett utána az oszmán hódítással, a török birodalommal. Több évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy ugyanazt a fejlettséget Magyarország el tudja érni, mint amit a 15. század második felében elért. Nekem elsősorban azt jelenti, hogy Mátyás is egy köznemesi családnak a sarja volt. A magyar történelemben igazából ennek a családnak nem nagyon volt előzménye. Ennek ellenére a tehetségüknek köszönhetően és a szorgalmuknak, becsületüknek köszönhetően, hősiességüknek köszönhetően az ország legelőkelőbb családjai közé tudtak emelkedni rövid időn belül a hunyadiak,
és olyannyira, hogy a harmadik generáció már királyt is adott az országnak. Ez mindenki számára egy olyan példa lehet, akár ma is, hogy a tehetség nagyon sokat számít, a tehetség, a szorgalom, a becsület az, ami mindig sikerre visz minket, csak úgy, mint a népmesékben. Tehát azért a népmesék, népmondák és a történelmi valóság mondjuk Mátyásnál nem válnak el egymástól. Már hagyomány Kaposszegcsőn gyakorlatilag a rendszerváltás óta, hogy a mártonnapi ünnepséget a helyi általános iskola rendezi. A német nemzetiségi oktatásban szép eredményeket elérő kisiskolások elevenítették fel kedves kis műsorukkal Szent Márton napjához kötött népszokásukat, a dalokat és a verseket is többnyire német nyelven tolmácsolva. Ha Márton nap és Kaposszegcső, akkor a helyben élőknek, de a környékbelieknek is azonnal beugrik a település általános iskolája. Több mint két évtizede ugyanis már a német nemzetiségi nyelvoktatásra szakosodott alapfokú oktatási intézmény szolgáltatja ekkor a műsort. Régebben a felső tagozatosok voltak a főszereplők, ám ma már legalábbis ezen a Márton napon a szülőket, nagyszülőket megörvendeztető módon a kicsik lepték meg, elsősorban egy színvonalas zenés, táncos, verses előadással a nagy élmény. Es war ein sehr, sehr weiter Weg zum Start und Martin war froh, dass seine warmen Mantel hatte. A német nyelvtanulásban jól haladó kisebbek, nagyobbak először ezen a nyelven közölték Szent Márton legendájához fűződő történeteket. Tekintettel arra, hogy ez alkalomból ültek a feldíszített tornateremben, németül egyáltalán nem, vagy csak kevésbé tudók, nem maradt el szintén a diáktársaktól a fordítás sem. A nemzetiségi nyelvoktatás keretein belül minden nap van a gyerekeknek német órája. Ez német nyelv és irodalom órát takar, tehát nyelvet tanulunk, irodalmi szemelvényekkel foglalkozunk, költőkkel, írókkal, különösen a magyarországi németek műveivel, és minden iskolában hagyomány, hogy ezt egy műsor formájában is úgymond megünneplik, hogy német nemzetiségi nyelvet tanítanak, és a környékbeli iskolákban ez egy közös hagyomány, hogy a Márton napján tartjuk ezt a kis ünnepet, annak örömére, hogy mi németet tanulunk. Nincs könnyű helyzetben a német nemzetiségi kultúra elsajátítását illetően kapcsolatban. Otthon ugyanis már nem tudnak munkát, ritmusokat, szokásokat a szülőktől a gyerekek, tudtuk meg a kaposszegcsői német kisebbségi önkormányzat vezetőjétől. Ezt is az iskolának kell pótolni, kellő autentikussággal, amiben természetesen a kisebbségi önkormányzat a maga módján igyekszik segíteni. Itt a pedagógusok tényleg szívügyeknek tekintik a nyelvoktatást, a szokások ápolását és a német nemzetiségi kérdést is. Nagyon együttműködően tudunk dolgozni a pedagógusokkal, a német nemzetiségi önkormányzattal. Külön programokat együtt szerveznek, ők támogatnak a mi programjainkba, és mi próbálunk egy kicsit anyagilag segíteni az iskolának ez ügybe. Szervezünk német színházlátogatást is, amit a nemzetiségi önkormányzat finanszíroz nagy szeretettel, mert úgy gondolom, hogy a német színház is nagyon fontos. Magyarországon egyetlen német színház a Szekszárdi Deutsche Bühne, és nagyon fontos, hogy ez megmaradjon, és csak úgy tud megmaradni, hogyha vannak látogatói, vannak közönségei, van közönség, és ebben mi ezt mi szívügyünknek tekintjük, és szívesen segítünk ebben.
A német nyelvoktatásra és a német nemzetiségi kultúra oktatását kiemelten kezelő középiskolák okkal reménykedhetnek, lesz még több őket választó diák a kaposszekcsői általános iskolából. Nagyon jók a visszajelzéseink a középiskolákból. Szerencsére nagyon sok pozitív hír jön vissza az elbalagott tanulóinktól, hogy megállják a helyüket németből. Mindez a másodnapi ünnepi műsorban is sokak örömére felfedezhető volt. A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett a döbrökközieknek hagyományteremtő szándékkal mártonnapi programot. Ehhez csatlakoztak a Német Egyesület, a Döbrökközi Mesevilágóvoda és az általános iskola programjaikkal. A német nyelvterületen nagyon régóta ünnepelték a mártonnapot lámpás felvonulással, és ezt a hagyományt szeretnénk továbbvinni, és ezt a hagyományt szeretnénk megőrizni. A legfiatalabbak szüleikkel az óvodától indultak, az óvónők vezetésével, saját készítésű lámpásaikkal, majd hozzájuk csatlakoztak az általános iskolások, a pedagógusok, a döbrökközi hagyományozók. Szabó Györgyné, a Döbrökközi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, immáron negyedik éve szervezik az ünnepségeket. Számukra öröm, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan egyetekben vesznek részt a rendezvényen, és remélik, hogy a közeljövőben is sikerül ezt megőrizni. Örvendetes számunkra, hogy minél több résztvevőt számolhatunk. Nagyon sok a gyerek, szülőkkel, nagyszülőkkel egyetemben eljönnek, részt vesznek ezen a rendezvényen, és reméljük, hogy a közeljövőben is sikerül ezt továbbra is megtartanunk, megrendeznünk, és hogy még több érdeklődőt tudunk bevonzani. Ezt a rendezvényt a közösségépítés szempontjából rendezték meg, hogy a falut minél jobban összekovácsolják, benne a fiatalokkal és az idősekkel egyetemben. Szeretnénk, hogyha a falu közösségét össze tudnánk úgy kovácsolni, hogy abból egy teljes egész legyen benne a fiatalokkal és az idősekkel egyetemben. Tervezd magad sikeresre címmel rendeztek interaktív programot az elmúlt hétvégén Döbrökközön. A rendezvényen megjelent fiatalok Borsos Bence motivációs tréner előadását hallgathatták meg, akik önismereti témákkal ismerkedhettek meg. Az interaktív délután sztárvendége Opitz Barbie, a 2016-os X-faktor győztese volt. Mindjárt én is lehettem, amikor azt éreztem, hogy így alapvetően jól ment minden. Jól tanultam, sportoltam, zenéltem, alapvetően így éreztem, hogy rendben vannak a dolgok körülöttem. De volt nekem egy folyamatosan elégedetlenség érzés, hogy mégsem ez a nyomomat, mégsem vagyok boldog, mégis vannak önbizalombeli problémáim, hogy nem érzem magam elég jónak, mindig másokhoz hasonlítottam magamat. Bodos Bence kaposszekcsődől származik, és a Dombóvári Gimnáziumban töltötte fiatalkorát. Előadásában arra inspirálta a fiatalokat, hogy foglalkozzanak önmagukkal, azzal, hogy milyen okozati összefüggések is vannak a világban, és sajátítsák el magukat, tegyék egyedivé azt a tevékenységet, amihez legjobban értenek. Mint mondta, ő is elindult egy úton, amin folyamatosan fejlesztette magát, és tudta, hogy majd meghozza idővel az eredményt, amire vágyott. Én onnan indítom így a történetemet általában, hogy a gimiben alapvetően jól tanultam, volt egy tök jó irányom, erre haladtam, de azt éreztem, hogy szerettem volna még többet kihozni az egészből, és elkezdtem olyan könyveket olvasni, ami azzal foglalkozott, hogy hogyan tudok jobban tanulni, hogyan tudom megduplázni a tanulóerőmet, és ez elvezetett odáig, hogy mindenféle önismereti könyvet elkezdtem falni, elkezdtem én előadásokra járni, és megismerni egyre jobban önmagamat, és ezáltal egy teljesen új lehetőség, egy új világ kinyílt számomra, és
azt láttam, hogy akikkel beszélgettem a környezetemben, ezzel értéket tudtam adni nekik, hogy megosztottam a saját tapasztalataimat. Farkas Edit, a település polgármestere arról szólt, fontos a falu közösség jövője és egészen szempontjából is, hogy olyan programok jelenjenek meg, melyek alkalmasak az ifjúság megmozdítására. Ezek a programok alkalmasak a fiatalok különböző csoportjainak a megszólítására, lehetőséget nyújtanak a személyiségfejlesztésükre. Segít a korosztályokon belüli és a korosztályok közötti kapcsolatteremtésükben, kulturális élményt nyújtanak, új ismereteket és értékeket is közvetítenek. Az interaktív délután sztárvendége Pitz Barbara, a 2016-os X-Faktor győztese volt, aki amellett, hogy énekelt, arról is mesélt, számára a tehetségkutató nagy változást jelentett az életben. Ez volt életem legszebb időszaka, és azóta nem telik el olyan nap, hogy ne gondoljak vissza az ottani pillanatokra, az ott töltött időre, és az összes versenyzővel szinte olyanok voltunk, mint egy család. És nagyon élveztem, hogy minden napunk a zenéről szólt, reggeltől estig, és azóta több dalom is megjelent, és szerencsére több milliós nézettségeket értem el. Három kis település, Kaposszegcső, Csikóstöttös és Jágónak önállóan nem lenne képes még egy megyei harmadosztályú foci csapat kiállítására sem, nem beszélve a megye kettőről, ahol az összefogás szép példáját felmutatva szerepelhetnek a fúzió jóvoltából. Így nem gond a kötelezően előírt ifi csapat foglalkoztatása sem. A Kaposmenti Kistérségi Társaság meggyőződése, támogatásukkal egy jó ügy mellé álltak, ami a fiatalok helyben maradását is segíti. A látszat nem fedi a valóságot. A Kaposmenti térség három település fúziójából kistérségi szerepvállással létrejött csapat a megye kettőben élcsapatnak számító, tavaly még megye egyes nagymányok otthonában az őszi utolsó fordulóban beleszaladt egy nagy vereségbe. Fél tucatnál is többször, egész pontosan 8-szor vette be a negyedik helyzet hazai csapat a Kaposszegcső, Csikóstöttös és még jágónaki focistákba is álló kistérségi csapat kapuját. 8-0, pontosabban 0-8 lett a vége. Ekkora különbség a pályán látottak alapján, tanúsíthatjuk, nem volt a két csapat között, ami a mezőny, illetve támadó játékot illet. A három győzelmet már felmutató, több, csak egy-két gólos vereséget elszenvedő, a 13. helyen záró kis csapat, mint megtudtuk edzőktől, objektív okok miatt ezúttal nem volt partiképes a jó csapatnak számító nagymányok ellen, ami egyáltalán nem fordult még vele elő az őszi eddig lejátszott 14 meccs során. Nagyon sok játékosunk hiányzott, sérülés és egyéb problémák munka miatt. Itt a sport a munka mellett történik, és hogyha rögtön 4-5-6 ember hiányzik, akkor fölborul egy teljes csapat, és ezt egy megyekettes csapat nem bírja ki. És ezért belefutottunk egy ilyen nagyarányú vereségbe. Egy-két nagyarányú vereség volt, amit el lehetne kerülni. Könnyen kijavítható koncentrálási hibák, ha hiányoznak játékosok, a helyettesítő játékosok nem tudnak úgy koncentrálni és annyit hozzátenni, amivel megkapjuk azt a pár problémás potyagolt, és akkor már ez sajnos eldönti a mérkőzést. Egy ekkora zakó általában nem múlik el nyomtalanul, kisebb-nagyobb veszekedés tör ki az ezt elszenvedő csapat öltözőjében. Itt nem ez történt, jelezvén, hogy a közösség a bajban is összetart, nincs egymásra mutogatás, együtt nyernek, néha ez is előfordul, és természetesen együtt veszítenek is. Nagyon fontos, hogy működik az utánpótlásunk, serdülő, ifi csapat és a felnőtt csapat, tehát a mai világban, hogyha három csapatot ki tud állítani egy kis közösség, az egy szép siker tulajdonképpen, és tehetséges játékosok is vannak köztük, akik ügyesen játszanak, csak mondom, nagyon megviseli, hogyha egy pár játékos hiányzik, akkor fölborul egy kicsit a rend, de tulajdonképpen óriási pozitívum, hogy végig ki tudtunk állni az egész évbe, voltak sikereink, és tulajdonképpen hát most cseréljük egy kicsit fiatalokra az idősebb játékosokat, tehát egy folyamatban vagyunk. Cseppet sem mellékes, hogy az ifi csapat is megállja a helyét,
Szoros meccsen vesztett ezúttal a Kapos Szekcső, a felnőtt meccset megelőzően 4-3-ra a Mányokiaktól. Csikos Tötő és Kapos Szekcső Jágonak tengén a végigmegyek. Ez a labdarúgó klub már több mint 60 éve működik. Azt gondolom, hogy van jövőnk is, hiszen ma is 80 igazolt játékosunk van, külön foglalkozunk a serdülő, ifjú és a felnőtt korú játékosokkal. Nyilván nagy öröm számomra ugyanezt a kistérségen belül még két település Döbrökhözésnek is ugyanígy gondolja. Ugyan ők Megyeháromba fociznak, de azt gondolom, ott is hétrétre ki kell állni, a fiatalokkal hétköznap kell foglalkozni, hogy a csapat azért sikeres legyen a hétvégén. Nyilván nagyon fontos, hogy faluhelyen két hetente alapvető szórakozás bizonyos rétegeknek, hogy elmegyünk a foci meccsre, találkozunk a barátokkal, örvendetes tényleg, hogy feleségek, gyerekek is megjelennek a focipályán, és azt gondolom, hogy hétre jó hangulatba telnek ezek hazai mérkőzések. Jó úton halad egy önálló serdülő csapat folyamatos versenyeztetése is a klubnál. Kupákon, tornákon már ott vannak a Kapos Szekcsőiek. Nyilván nagyon fontos az eredmény is, de azt gondolom, hogy annál sokkal fontosabb, hogy van csapat, van 20 játékos, illetve a Serdül Ifivel együtt, mint már említettem, hogy 80-100 igazolt játékossal dolgozunk. Tehát azt gondolom, hogy ez kell, hogy erőt adjon annak a stábnak, aki ezekkel a fiatalokkal tölti a szabad idejét, hiszen azt is el kell mondani, hogy amatőr teljes mértékben, hiszen sem az edzők, sem a játékosok nem részesülnek semmilyen juttatásban. A három település önkormányzati támogatása mellett több képviselő azzal is a kistérségi foci ügye mellé állt, hogy saját képviselőit tisztelet díját felajánlotta a csapat a szakosztály működése számára. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!